Közel 300 szakembert várnak a november 3-a és 5-e között Egerben zajló neuroradiológiai kongresszusra, melyet már 24. alkalommal szervez meg a Magyar Neuroradiológiai Társaság. Dr. Fazekas Péter, a kongresszus elnöke úgy fogalmazott, az első napon zajló továbbképzés témája az agyidegek és a perifériás idegek vizsgálatában használt képalkotói eljárás, az ultrahang alkalmazása. Az ultrahangot úgy ismerjük, mint ami a magzatok vizsgálatára, a terhesek vizsgálatára, meg a hasunk vizsgálatára szolgál, de az újabb időkben használjuk speciális ultrahang berendezéseket arra is, hogy a idegeknek, a karokban, lábban lévő idegeknek a elváltozásai, ami sokszor traumás, elvágja egy csontdarab, csonttöréskor, vagy egy üvegszilánk, és ezeknek a vizsgálata most kezd fejlődni, és most kezd kialakulni. A szakember hozzátette, az országban már több helyen alkalmazzák ezt az eljárást, de Egerben még várhatóan több éves munka előzi meg a bevezetését. A kongresszus további napjain többek között a gyermekek agyi és gerincbetegségeiről, a ritka neurológiai kórképek képalkotó diagnosztikájáról és a stroke-ról is hallhatnak előadást a résztvevő szakemberek.